Üzleti fórum. Évente 103 millió euró értékű mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket exportál hazánk Ukrajnába. Nem csak a kivitelt, hanem a behozatalt is növelni szeretné a két ország. Több értékesítő. Nem csak a lakás eladások száma ugrott meg, hanem több az ingatlan értékesítéssel foglalkozó cég is. Érdemes megnézni, ezek milyen feltételekkel közvetítenek. Klímavédelem. A smaragdfa képezhetné az ország tüdejét, ha minél többet telepítenének belőle, hangzott el egy konferencián Máté Szalkán. Évente 103 millió euró értékű mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket exportál hazánk Ukrajnába. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Nem csak a kivitelt, hanem a behozatalt is növelni szeretné a két ország, hangzott el Kisvárdán az első magyar-ukrán agrárüzleti fórumon. Az árucsere forgalom növelése mellett többek között a borászatban és a biotermesztésben lát lehetőséget Ukrajna agrárpolitikai és élelmezésügyi minisztériumának miniszterhelyettese az együttműködésre. Hozzátette, a két ország politikai és diplomáciai közeledése után a gazdasági kapcsolatok is megújulhatnak a határmenti térségekben. Magyarország és Ukrajna agrárközpontú ország. Mindkét ország kedvező mezőgazdasági adottságokkal bír. Magyarország Európa éléskamrája hangzott el, itthon jó termőhelyeink, kiváló és megbízható élelmiszerünk van, emelte ki a Földművelésügyi Minisztérium államtitkára Bitai Márton Kisvárdán az első magyar-ukrán agrárüzleti fórumon. Közös érdeke a két országnak az agrárkapcsolatok megerősítése. Ennek első lépése lehetett a találkozó, ahol a helyi és határon túli vállalkozások saját termékeikkel jelentek meg. A két ország között most is élénk az árucsere forgalom. 103 millió euró értékű agrár- és élelmiszeripari terméket exportál hazánk Ukrajnába. Az ukrán mezőgazdasági import mértéke pedig eléri a 33 millió eurót évente. Ezt a forgalmat szeretné mindkét fél növelni. Ha sorrendet kéne felállítani, 17-18. Helyen vagyunk egymás kereskedelmi, agrárkereskedelmi láncolatában, ami azért, hogy is mondjam, indokolatlan, hiszen azért annál sokkal közelebb vagyunk, mint hogy ilyen messzi vagy ilyen középmezőnyben legyen az agrárkereskedelmi relációnk. Ezen szeretnénk fejleszteni, és annak érdekében került megrendezésre ez az első ukrán-magyar agrárgazdasági fórum is, hogy egy picit megismerjük egymást, és használjuk ki azokat a lehetőségeket, amelyek a közelségből adódnak. A mezőgazdaságban nem csak az agrárkereskedelemben látja az együttműködési lehetőségeket Olga Trofimsteva miniszterhelyettes, hanem az agráriumhoz kötődő más gazdasági szektorokban is. A magyar élelmiszeripari technológiákat szívesen megismernék az ukrán agrárvállalkozások. Az akvakultúra fejlesztése, a borászat és a biotermesztés terén is terveznek kétoldalú együttműködéseket. Azért emeltem ki elsősorban ezt a három területet, mert Magyarországnak hagyománya és tapasztalata van például a borászatban. Kiemelkedő és sikeres ország jó minőségű termékei vannak, a két ország termelői szakmai tapasztalataikat megoszthatnák. A biotermesztésben pedig a magyar termelők előrébb járnak, elsősorban a felügyelet, az engedélyezés és minősítés terén lehetne tanulni a magyar termelőktől. Az ukrán-magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztésének felelőse Sesták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter. Megerősítette a két ország gazdasági kapcsolatainak megszilárdításához szükséges infrastrukturális fejlesztések elkezdődtek. Az M3-as autópálya ukrajnai határmetszéspontját már kijelölték, és az új Tiszahíd megépítésének előkészületei is elindultak. A fejlesztéseket ebben az évben elkezdhetik. A miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar kormány kárpátaljai magyar vállalkozásokat támogató programjára első körben április 28-áig regisztrálhatnak a Kárpátalján működő magyar vállalkozások. Én azt gondolom, hogy ezzel olyan likvid forrásokhoz tudnak jutni, ami a vállalkozásuk beindításához vagy stabilitásához szükségesek. Tehát azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos lépések. Itt nem nagy pénzekről van szó, itt inkább a darabszám alapján lesz egy nagyon komoly fejlesztési lehetőség a térségnek. A két ország termelőit is segítheti az a logisztikai központ, amely a Tisza Európai Területi Társulás térségeket érintő fejlesztési programjában szerepel. Erről a megyei közgyűlés elnöke szólt a találkozón. A társulás is hozzájárulhat a határmenti régiók gazdasági kapcsolatainak elmélyítéséhez. Olyan partner együttműködések lehetségesek,
amelyben a területi társulás is tud közvetítő szerepet betölteni, hiszen van irodánk Kisvárdán, Ungváron is, tehát az üzletemberek bennünket is megtalálnak, és nagyon szívesen közvetítünk a kamarák, az agrártermelők között. Azon kívül a fejlesztési stratégiánkban, amely most készült el az elmúlt időszakban, külön kiemelten foglalkozunk az agrártermeléssel, az agrártermelők együttműködésével. A következő fórumot Kijevben tartják június 7 és 10-e között, ahol a két ország agrárkamarai szervezete együttműködési megállapodást ír alá a mezőgazdaság fejlesztése érdekében. Nem csak az építkezési kedv és a lakás eladások száma ugrott meg, hanem több az ingatlan értékesítéssel foglalkozó cég is. A nagy országos hálózatokon kívül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több apróbb, egy-két főből álló ingatlanos irodák is működnek. Az ingatlanos szakma magas jövedelmezősége miatt szaporodnak az értékesítő irodák. Szakértők szerint érdemes megnézni, ezek milyen feltételekkel közvetítenek. Ennek az országos hálózattal rendelkező ingatlan közvetítéssel foglalkozó cégnek 130 irodája van az országban. Az eladott lakások száma folyamatosan növekszik náluk, köszönhetően annak, hogy az utóbbi években már nem kínálati, hanem kereseti piacról beszélnek az ingatlanosok. Nyíregyházán is 15-20%-kal több lakást cserélt gazdát az elmúlt két évben, érthető tehát, hogy az irodákban több munkatársra van szükség. Ma már a legtöbb lakástulajdonos közvetítőn keresztül igyekszik megtalálni a számára ideális vevőt. A szakma viszont arra figyelmeztet, hogy csak profi, szakképzett értékesítőkkel érdemes ügyletelni. Ingatlan értékesítéssel csak az foglalkozhat, akinek engedélye van rá, bejegyzett a tevékenysége, OK-i és szakképzettsége van a vállalkozáshoz, mondta el az egyik nagy országos hálózat nyíregyházi értékesítője 35 perc című műsorunkban. Hozzátette, elsősorban az értékesítésből származó jövedelmezőség vonza a szakmába az új munkatársakat. Többen úgy érezték, hogy ugye ez egy olyan tevékenység, egy olyan szakma, egy olyan vállalkozás, amit ugye kötetlen munkaidőbe tudnak végezni, és viszonylag gyorsan, magas hozammal. Sokan próbálkoznak mai napig is, de aztán ugye rá kell, hogy jöjjenek egy-két hónap próbálkozás után, hogy azért ez sem fenékig tejfelsőt, míg kolbászban sincsen a kerítés, rengeteg munka, nagyon sok tanulás, állandó ugye felkészüléshez jár, továbbképzéssel, mert itt ugyanúgy tisztában kell lenni a jogi dolgokkal, a pénzügyi dolgokkal, de műszaki ismereteknek is kell lenni ahhoz, hogy ugye hitelesen tudjuk képviselni akár az vevőt, vagy akár az eladót. Az országos hálózattal rendelkező nagy irodákban csak is megfelelő képzettséggel rendelkező ingatlanosok dolgozhatnak. A nagy hálózatban működő ingatlanosokban meg lehet bízni, tette hozzá a szakember. Ezeknél a cégeknél azonos mértékű jutalékkal is dolgoznak, amit minden esetben adásvétel után kérnek el. Vannak azonban, akik az eladótól, a vevőtől is kérnek jutalékot, és az ügyvédi díjakból is profitálnak. Aki lakást ad el vagy vásárol, érdemes tehát válogatni az értékesítők között is. A smaragdfa képezhetné az ország tüdejét, ha minél többet telepítenének belőle, hangzott el egy klímavédelmi konferencián Máté Szalkán. A különleges növény 27 hasznos tulajdonsággal rendelkezik. Az egyik legkiemelkedőbb, hogy nagy széndioxid felvevő és oxigén kibocsátó növény. Hangzott el a megyei önkormányzat és az Integráció a minőségi fejlesztésért alapítvány rendezvényén. Klímavédelmi workshopot szerveztek Máté Szalkán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat és az Integráció a minőségi fejlesztésért alapítvány több mint egy éves előkészítési munkálatok után tavaly decemberben megkezdte a megyei klímastratégia kidolgozását. A legfontosabb célunk az volt, hogy valóban egyrészt felhívjuk a figyelmet arra, hogy bizony az éghajlatváltozás okozta problémákkal foglalkozni kell, ezekre a problémákra fel kell hívni a figyelmet, és a figyelem felhívása után, egy helyzetelemzés elvégzése után bizony meg kell találni azokat a lehetőségeket, amelyekkel ezeket a problémákat orvosolhatjuk. Ennek a célja
magának a platformnak a létrehozása is, illetve a problémák megoldásának a célja. A projekt 18 hónapon át tart, ez idő alatt számos a Máté Szalkaihoz hasonló munka megbeszéléseket tartanak. A rendezvényen elhangzott, először mikrokörnyezetben kell elkezdeni a változásokat, és főleg a fiatalokat érdemes megszólítani. A civilek ma már egyik folyamatban sem hagyhatók ki, így van ez az erdőgazdálkodása és a mezőgazdasággal is. A legfrissebb technológiák megismerése, a fiatalok felé történő üzenet, mármint az, hogy az erdők oxigént termelnek, széndioxidot kötnek meg, megfelelő klímát biztosítanak esetleg egy vegyes gazdálkodás esetén, megfelelő alapanyagot jelentenek, biomassa fűtőművek, kisközösségi fűtőművek, önkormányzatok, magánemberek számára, ez mind-mind az az üzenet, amelyben civileknek és a fiataloknak is részt kell venniük. A rendezvényen Ferú István egy különleges növény, a smaragdfa fontosságáról tartott előadást. Ez a gyorsan növő, 27 hasznos tulajdonsággal rendelkező fa a 21. század növénye, tette hozzá. Egy telepítés után 3 alkalommal, 8 évente újra sarjad, így 24 évig hasznosítható. Nagy gondolati és paradigmaváltást kellene beiktatni az agyunkba. Mindenki azt mondja, hogy a széndioxid az kvótát csökkenteni kell, mert ezzel tudunk előrelépni. Mi azt mondjuk, hogy a széndioxid nem kevés ezen a földön, van egy növény, amelyik ebből él. Tehát sok fát kell eltelepíteni, a széndioxidot feldolgozza, átalakítja a vízzel együtt fává, és ebből a hasznait azt lehet élvezni. És ez azt is jelenteni, hogy ez a nagy széndioxid felvevés, oxigén kibocsátó növény, ezt kérem szépen az ország tüdejét is képezhetné Szabolcsba, Borsodba, ha nagy telepítések lennének. Nemrégiben egy energiatechnológiát fejlesztő cég olyan gépet alkotott meg, amellyel széndioxidot juttathatnak be a smaragdfákba, így naponta akár 4-5 cm is képesek nőni. Évente akár 400 milliárd forintos kárt is okozhat a korrupció, mondta nyíregyházi tájékoztatóján Gyüre Csaba. A Jobbik országgyűlési képviselője kiemelte, többek között ezért jut kevés pénz a béremelésre, a nyugdíjra, az egészségügyre és az oktatásra. A politikus hangsúlyozta, a Jobbik nagy port kavaró plakát kampánya a korrupcióra hívja fel a figyelmet. Szakértői vélemények szerint Magyarországon éves szinten 400 milliárd forint veszlik el a korrupció útvesztőjében. Ez egy óriási pénz, ez azt jelenti, hogy mindenki, minden nyugdíjasnak lehetne adni 13. havi nyugdíjat, minden dolgozónak lehetne adni 13. havi fizetést, tehát mindenkinek kb. 12-15%-kal növekedhetne Magyarországon a jövedelme, hogyha nem lenne korrupció. Ez egy hatalmas szám, erre kívánjuk a plakátkampánnyal felhívni a figyelmünket, hogy vannak arcok, vannak személyek és vannak intézmények, amelyek megtestesítik a korrupciót Magyarországon. Országos néptánc versenyt tartottak ma Nyíregyházán. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Éremért utazik a debreceni országos döntőre a nyíregyházi fiú junior kosárlabda csapat. A Pető Ákos által irányított együttes a csoportmeccseken a budapesti Honvéd, a Szombathelyi Sportiskola és a Vasas Akadémia ellen lép pályára. A legutóbbi fordulóban a Reac elleni 1-0-ás sikerével Zsinórban harmadik győzelmét aratta a nyírbátori futballcsapat. Ambrusz Árpád együttese, amely a tavaszi szezon kezdetén a 11. helyen állt az NB3 keleti csoportjának tabelláján, jelenleg a 4. helyen várja a folytatást. Országos néptánc versenyt tartottak ma Nyíregyházán. A megmérettetésre érkezett kamaracsoportok kötelező és szabadon választott táncokat mutattak be. Színpadra vittek Kalocsa környéki csárdást és szatmári táncokat is. 13 együttes mérte össze tudását, a szakértő zsűri a tánc folklorisztikai hitelességet és a technikai felkészültséget is pontozta. Gömöri táncokat mutatott be a Jászberényi Makaróni Jelik és Kamara csoport. Az ő produkciójukat is szakértő zsűri, a táncverseny további résztvevői és koreográfusuk nézte meg. Amit fontosnak tartunk ebbe a versenybe, és amiért elindultunk, hogy az improvizációt tudják a gyerekek gyakorolni színpadon is, plusz a koreográfiai bemutatás is, de nekünk mégis az improvizáció a fontosabb, ami azt jelenti, hogy a szabad táncolás, tehát szól a zene, és amikor a zenekar átvált egy másik táncba, akkor ők átváltanak. Nincsen megkötés, tudják a táncot, tudják a dallamokat, és egy szépet táncolnak rá.
13 együttes mérte össze tudását, a szakértő zsűri a csapatok táncfolklorisztikai hitelességét és a technikai felkészültséget is pontozta. Az oktatási hivatal minden évben hirdet az alapfokú művészetoktatási intézmények számára tanulmányi versenyt. Jelen esetben néptánc tanulmányi versenyről beszélünk, 5. alkalommal van ez a formája megrendezve, ugyanis a tanulmányi versenyt szóló kamaracsoport és nagycsoportos formákban szokták meghirdetni, és ez a mai esemény, ez az 5. kamaratáncosoknak szóló tanulmányi verseny. 13 produkció jutott be, pontosan a 13 iskola jutott be erre a versenyre, egészen a Dunántúltól a mi vidékünkünk, úgyhogy elég nagy a merítés. A versenybizottság elnöke hozzátette, az oktatási hivatal tervei között szerepel, hogy a középfokú tanulmányi versenyek mintájára az ilyen megmérettetésen jól teljesítők többletpontokat kapjanak a továbbtanulásnál. Éremért utazik a debreceni országos döntőre a nyíregyházi fiú junior kosárlabda csapat. A Pető Ákos által irányított együttes a csoportmeccseken a Budapesti Honvéd, a Szombathelyi Sportiskola és a Vasas Akadémia ellen lép pályára. A jövő héten szerdától szombatig Debrecen ad otthont a junior fiú kosárlabdázók országos döntőjének. A 8-as mezőnyben ott lesz a Nyíregyházi Sportcentrum Kosárlabda Akadémia együttese is. Pető Ákos tanítványai magabiztosan jutottak be a fináléba, a felsőházi rájátszásban a Sopron mögött a 2. helyen zártak Fazekas Csabáék. A csapatedzője elmondta, minimális célként a legjobb 4 közé kerülést tűzték ki, de szeretnének éremmel hazatérni az Oláh Gábor utcai csarnokból. Úgy érzem, a csapat jó formában van, remélem az jövő héti ki is fog tartani, nem akarjuk túl hamarra időzíteni a csúcsformát. Az ellenfeleket tekintve mindenkivel játszottunk, mert ez az újfajta lebonyolításnak ez a sajátossága, hogy úgymond ismeretlen ellenfél nem nagyon jöhet szembe. A célunk egyértelműen 4 közé szeretnénk bekerülni, és ott már bármi lehet, ugyanúgy, mint tavaly a karett korosztályban, ugyanígy indultunk neki, és sikerült éremmel zárni, bízunk ebben idén is. Mokánszki Máté tavaly tagja volt a Debrecenben az üstérmet szerző karett csapatnak. A kosaras abban bízik, hogy a junior döntő még fényesebb érem kerül a játékosok nyakába. Nagyon jó erőben a csapat, most igaz, teljes létszámmal tudunk menni, mert mindig volt egy sérültünk, vagy Csabi, vagy egy másik srác volt sérült, úgyhogy most teljes csapaterővel tudunk menni, úgyhogy bízzuk a legjobbakat, próbálunk minél jobb eredményt elérni, és megpróbálunk megnyerni. A csapatból többen is rendszeresen szerepelnek a nyíregyházi felnőtt együttesben, köztük Sitku Márton, aki szerint kellő önbizalommal várják a döntőt. Úgy gondolom, hogy jó eséllyel vágtunk neki, mivel a csapat nagyon egyben van. Az ellenfelek ellen minimum 2-szer már játszottunk, ismerjük őket, és úgy gondolom, nincs akitől félnünk kelljen. A nyíregyházi csapat a csoportmeccseken a Budapesti Honvéd, a Szombathelyi Sportiskola és a Vasas Akadémia ellen lép pályára. A legutóbbi fordulóban a Reac elleni 1-0-ás sikerével Zsinórban 3. győzelmét aratta a nyírbátori futballcsapat. Ambrusz Árpád együttese, amely a tavaszi szezon kezdetén a 11. helyen állt az NB3 keleti csoportjának tabelláján, jelenleg a 4. helyen várja a folytatást. Nagyszerűen szerepel a tavaszi szezonban a nyírbátori futballcsapat. A téli szünetben még a 11. helyen állt az együttes, így a vezetők a biztos bennmaradás kiharcolását tűzték ki célként. Ehhez képest a tavasszal lejátszott 9 mérkőzésből 6-ot megnyert az Ambrusz Árpád által irányított gárda, emellett 2 döntetlen és 1 vereség a mérleg. Ezzel a nyírbátori FC már a 4. helyen áll a táblázaton. A szoros mezőny miatt nem vagyunk annyira túl messze a kieséstől, de a megszerzett pontjaink alapján már úgy gondoljuk, hogy nem lesznek olyan gondjaink. Télen jól sikerült erősítenünk, és az őszi bajnokság felénél az edzőváltás után olyan folyamatok indultak el a csapatnál, ami ezt az eredményt hozta. Igyekszünk minél távolabb a védekezésünket a kaputól feltolni, és azok a játékosok, akik érkeztek, azok alkalmasak arra, hogy támadjunk bárki ellen. A nyírbátor a legutóbbi fordulóban a Reacot verte 1-0-ra, ezzel Zsinórban 3. sikerét aratta. Az elnök szerint a hátralévő meccseken már nyomás nélkül futballozhatnak a játékosok. Mindig a következő mérkőzésre igyekszünk koncentrálni. Teher nélkül tudunk játszani, hiszen hogyha véletlenül becsúszik egy vereség, az sem okoz annyira nagy katasztrófát, de az elmúlt időszakban volt egy 11 meccses veretlenségi sorozatunk, megpróbáljuk ezt újból elérni.
A Nyírbátor szombaton táján lép pályára. A forduló további párosítása a következő, Putnok BKV előre, Jászberény Salgótarján, Hajdúböszörmény Kazincbarcika, Tiszaújváros Újpest 2, ESMTK Monor, MTK 260, DVSC Deac 2 Rákosmente KSK és Reac DVTK 2. Dajka László a Nyíregyháza Spartacus új edzője. A klub csütörtökön szerződést bontott a korábbi trénerrel, Weber Györggyel, és a hátralévő 8 meccsre az 57 éves szakembert bízta meg a szakmai munka irányításával. Dajka László először vasárnap Soroksáron ül le a Sparikis padjára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Évente 103 millió euró értékű mezőgazdasági és élelmiszeripari terméket exportál hazánk Ukrajnába. Nem csak a kivitelt, hanem a behozatalt is növelni szeretné a két ország, hangzott el Kisvárdán az első magyar-ukrán agrárüzleti fórumon. Az árucsere forgalom növelése mellett többek között a borászatban és a biotermesztésben lát lehetőséget, Ukrajna agrárpolitikai és élelmezésügyi minisztériumának miniszterhelyettese az együttműködésre. Nem csak az építkezési kedv és a lakás eladások száma ugrott meg, hanem több az ingatlan értékesítéssel foglalkozó cég is. A nagy országos hálózatokon kívül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is több apróbb, egy-két főből álló ingatlanos irodák is működnek. Az ingatlanos szakma magas jövedelmezősége miatt szaporodnak az értékesítő irodák. Szakértők szerint érdemes megnézni, ezek milyen feltételekkel közvetítenek. A smaragdfa képezhetné az ország tüdejét, ha minél többet telepítenének belőle, hangzott el egy klímavédelmi konferencián Máté Szalkán. A különleges növény 27 hasznos tulajdonsággal rendelkezik, az egyik legkiemelkedőbb, hogy nagy széndioxid felvevő és oxigén kibocsátó növény. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 21-én pénteken. A hétvégén heti hír összefoglalónkkal, a krónikával jelentkezünk, hétfőn pedig friss hírekkel várjuk majd önöket. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap változékony időre számíthatunk, észak felől eleinte száraz, majd éjszakától egyre nedvesebb, de továbbra is enyhe levegő érkezik fölénk. Az éjjeli órákban először gyengén felhős idő várható, majd megnövekszik a felhőzet, de eső nem lesz. A délnyugati-nyugati szél eleinte mérsékelt marad, majd többfelé megélénkül, reggelre általában egy fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben rövid napos időszakok mellett erősen felhős lesz az ég, délután várható több napsütés, eső, zápor és többfelé valószínű, a nyugati szél megélénkül, időnként megerősödik, délutánra 13 fokig emelkedik a hőmérséklet, holnap előbb meleg, majd délutántól hidegfronti hatás várható térségünkben. A szombat délután térségünk felett átvonuló hidegfront mögött szárazabb hideg levegő érkezik fölénk, így vasárnapra 1-2 fokkal visszaesik a nappali felmelegedés. A jövő hét első napjaiban viszont melegebb levegő érkezik fölénk, így kettől ismét enyhe tavaszi idő várható megerősödő széllel.